Csutkai Csaba Nyíregyházán született fotóművész diákkora óta érdeklődik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye természeti kincsei és épített örökségei iránt. A fotográfus úgy gondolja, képei inspirálhatják azokat, akik ismerkedni kívánnak a vármegye adta turisztikai lehetőségekkel. Azon kívül, hogy engem is rabul ejtenek ezek a megyénk értékeinek a csodái, így kell, hogy mondjam, meg kell, hogy mutassam másoknak is. És akárhányszor elmegyek egy-egy ilyen területre, legyen az egy középkori templomunk, vagy legyen az egy természeti tájunk, mindig találok benne valami olyat, ami aktuálissá tud válni, ami inspirálóvá tud válni újra és újra a látottak alapján. És úgy hiszem, hogyha ezt továbbadom, megmutatom, mint ahogy itt a Korzónak is ez a célja, a Korzóban való kiállításnak, hogyha valaki ezt látja, talán kedvet kap, hogy ellátogasson megyénknek azoknak a területeire, ahol ezeket a gyöngyszemeket meg tudja csodálni. A 20 képből álló kiállítás felvonultatja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár kincseit. Az értéktár listája évről évre bővül, így az alkotót ezek megörökítése, változásai folyamatosan ösztönzik. Csutkai Csaba fotóművésszel valóban nagyon sok értéket teremtettünk már. Legyen szó az éppen a kiállításról, ami itt is, amelynek egy részlete itt is látható, vagy éppen kiadványokról, könyvekről, ahol megjelennek a vármegyei értékek, vagy akár a hungarikumok. De azért az értékgyűjtő munkának, az érték közvetítő küldetésnek azért vannak különböző fázisai, és észre kell vennünk azt azért, hogy nem mindig, tehát azt, amit mi szeretnénk közvetíteni, az nem biztos, hogy mindig egy adott kiállításon azt a közönséget eléri, akit mi szeretnénk. És ezért egy picit fordítottunk a dolgon, és hogyha már az embereket kicsit nehezebb mondjuk, akár mondjuk a fiatalokat, azokat a generációkat, akik már egy kicsit más szemmel nézik a világot, kicsit nehezebb megszólítani egy-egy kiállítás vagy egy-egy rendezvény alkalmával, akkor vigyük oda helyben nekik azokat az anyagokat, amelyekre úgy gondolom, hogy mindenkinek büszkének kell lenni. A Korzó Bevásárló Központ időről időre igyekszik becsempészni az áruház mindennapjaiba a különféle művészeteket. Korábban Mihálka György festőművész festményátadása szerepelt a programjukban, de három alkalmas komoly zenei koncertsorozat is megvalósult már a Korzóban, a Vikár Sándor Zeneiskola jóvoltából. Azt vettük észre, hogy ha csak itt időt töltenek, akkor a vásárlás mellett nagyon fontos lenne, hogyha valamilyen értéket is megpróbálnánk ki nyújtani, és ekkor kezdtünk el tavaly egy olyan gondolatmenet irányába haladni, hogy különböző művészeti ágakat mutassunk be. És ennek a mostani kiállítása, a fotókiállítás a formája. És én nagyon örültem, amikor Csutkai Csabával beszéltünk erről, hogy az értéktárnak ez a kiállítása ide kerülhet egy két hétre a Korzóba, mert ez, hogy búvó örökség, ebben benne van az, hogy körülöttünk nagyon-nagyon sok olyan kincs van, amire érdemes felhívni a figyelmet. Legyenek ezek személyek, arcok, építészet, természeti kincsek. A kiállítás július 1-től 15-éig látható a Korzó Üzletház második emeleti üveghídján.